A szövetkezet zsúfolásig telt előcsarnokában olyan kérdésekre próbált választ adni Péter Gusztáv közgazdász, mint például mekkora földterületig melyik adózási kategória a legmegfelelőbb, milyen elbírálás alá esnek a nyugdíjas földművesek, milyen hátrányokkal jár a rendszerből való kimaradás, és hasonlóan. Abszolút nem vagyunk fölkészítve a kormány részéről, vagy a mezőgazdasági minisztérium részéről se. Na most, ahogy is hívják, hogy könyvelést kell vezetni. Jó, megcsináljuk mink azt. De lássunk már például egy könyvet, adókönyvet, vagy a földnek a könyvét, amit majd kell, hogy vezessünk, tehát hogy milyen operációkat, mit használunk azon a földterületén, de még a mai napig személy szerint egyetlen egy példányt nem láttam. És úgy van, hogy hónap után például már el kell kezdenem vezetni. Az előadó, hogy mindenki megérthesse, államnyelven ismertette a törvény lényegét. Elmondta, hogy a módosított jövedelmi adó törvény május 30-án lépett életbe is előírja, hogy január 1-től minden bejegyzett gazdaság vállalkozói státusba kerül. A gazdáknak nem szükséges vállalkozásukat cégjegyzékbe vétetni, elegendő, ha az államkincstárban regisztrálnak. Az adóhivatal, mint vállalkozókat fogja majd őket kezelni és megadóztatni. Én nyugdíjas ember vagyok, és földműveléssel dolgozok, amióta nyugdíjas vagyok. Akkor most még fizessem a nyugdíjalapot is még egyszer, még a tetejében még könyvelést is fizessek, akkor mi marad nekem? Az előadás meghallgatása után a földművesek javaslatokat tettek a törvény módosítására, amelyeket hamarosan továbbítanak a pénzügyminisztérium illetékeseinek.